Az elmúlt időszak pályázati rendszerét csúfosan elrontották, ezen pedig sürgősen változtatni kell, mondja Gelencsér Attila. A megyei közgyűlés elnöke szerint az élethez kell igazítani, elérhetőbb és nem utolsó sorban gyorsabbá kell tenni a pályázatokat. Normál pályázó gyakran mire megkaphatta volna a pénzt, már nem is akarta, nem is tudta. Mondjuk egy gazdaság szereplője esetében már csődbe is ment, olyan lassan ment. A mai regionális tervezési Bizottsági ülésen olyan döntéseket hoztak, amelyek segítségével az eddigi hibák kiküszöbölhetők. Nem minden problémát lehet azonban azonnal megoldani, hiszen az uniós költségvetési ciklus közepén tartunk, hangsúlyozta Gelencsér Attila, aki hozzátette, a prioritások egyelőre nem változnak. Ha egyszer a régióban gazdaságfejlesztésre, turizmusfejlesztésre, vagy több számjegyű fejlesztésére volt lehetőség, mert hogy ilyen pályázati ablakok működtek, akkor sajnos mi nem találhatunk ki valami vadonat újat, ki kell várjuk 2013-at, amikor ez a ciklus véget ér, és akkor igazából az új kormány akkor valósíthatja meg talán teljesen az saját elképzeléseit. Így egyelőre be kell érni azzal, hogy a pályázatok célja a jövőben valóban teljesül majd. Véli